A mai tró pedig nem más. Mint Laci! Kikarcok! Óriási! Úgy, én vagyok Cartman! Te tudtad! Elvittetek, mondtam, hogy elvittetek más irányba! Tesó, köszönöm szépen, a vendégem vagy bármire! Úristen, én annyira vártam, hogy én legyek a troll, és annyira készültem, és annyira sok mindent gondoltam, hogy mit fogok majd csinálni, és amikor oda kerültem, akkor bevallom őszintén, hogy szerintem elrontottam, mert túl sok voltam, mindenbe locsoltam az ezetet, a fehér bort, a rumot. Oké, meséld el azt az ecetes történetet, légy szíves, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Az ecetet úgy csináltam, hogy mivel hogy mindig fehér boroztam, most ott bent a kamrába kicseréltem, átöntöttem a fehér boros üvegbe az ecetet. Tehát én ecetet hoztam, meg hoztam egy fehér bort is, tudjam inni, mutassam nektek, hogy iszom. Közben a másik bort volt az ecet. Te is itt a cépben egyszer majdnem belítél az ecetbe, és akkor se kapcsolta, azt, hogy úgy jól nem hoztam, azt, hogy ecet volt benne. És én mindenre, az első fordulóban mindenhova ráraktam az ecetet, mindenre. Csoda, hogy nem lehetett mindenben kacsa érezni. Kacsa, az ecetes volt. Meg még egyet csináltam akkor, hogy volt nálam ilyen kókuszaroma, és a drága húsra, a bárányra ráraktam egy csomót. Nagyon és akkor te is észrevetted, Norbi. Az a sózás. És a kezembe maradt. És közben fogtam egy sót is. És akkor jött zavarba. Fogtam egy sót, de itt volt az a kókusz, és azt ráöntöttem, közben sóztam. Azért csináltad ezt a kis... Igen, és közben az vastán, a sót leraktam, de kezembe maradt a kókusz. Nem tudtam hol rakni. És a legnagyobb dolog az, hogy én az első fordulóban nagyon megijedtem, szomorú is lettem, tudtam, hogy elárultam magam, tudtam, hogy ott maradt a kezembe, és lebuktam. És abban bíztam, abban biztam, hogy mondtam is magamban, egyetlen egy mencsváron van a Norbi. Ha a következő fordulóban nem csinálok semmit, csak őt hagyjam, és ő mindent megcsinál.